mint minden évben idén is megrendeztük ugye ezt a hagyományunkhoz híven a majális kupánkat. Az idei év az annyiban volt eltérő, hogy most egy főzőversennyel kombináltuk meg a mai napunkat. Ezen a versenyen a mai napon 6 csapat vett részt. A csapatokat egy külön zsűri díjazta, a zsűri az 2 tagból állt. A horgászverseny részéről pedig elmondható az, hogy a fogások szépen alakultak. Egy picit elmaradt a múlt heti tavaszkupai eredményektől, de azt el kell mondani, hogy ez egy kiemelkedően pozitív eredmények születtek, tehát nagyon nagy fogások voltak azon a versenyen. A mai nap a horgászok összfogása az elér több mint a 2 mázsát, egész pontosan 204 kilót mérlegeltünk összesen. A verseny 3 kategóriában volt meghirdetve, felnőttek mellett a gyermekeket és az ifjúsági horgászokat is díjaztuk. Az egyéni felajánlásoknak köszönhetően további kategóriát tudtunk még díjazni. Az egyik a nagyhalfogó kategória, aki a legnagyobb halat fogta, az is kapott díjazást, illetve az egyetlen női versenyzőket a mai napon is jutalmaztuk. A verseny a kiírásnak megfelelően került lebonyolításra. Ez azt jelenti, hogy reggel 6-tól fél hétig volt a gyülekező. A gyülekező, illetve a regisztráció után került sorra a sorsolásra. Fél héttől egészen 8-ig állt rendelkezésre a horgászoknak az időtartam, amikor a felkészülést el tudták végezni. Maga a verseny az 4 órás egyfordulós verseny volt, és ez 8-tól délig terjedő időintervallumban került lebonyolításra. Én nagyon pozitívan tudom értékelni, minden évben meglátogatom ezt a versenyt, szívesen jövök ki, támogatom, amennyiben tudom a rendezvényt, illetve most is zsűrizést is vállaltam a főzőversenyen. Ennek külön örültem, hogy még bővítették a repertoárt ebben a főzőversenyen, hiszen ennek egy jó közösségépítő szerepe van ennek a rendezvénynek, és bízok benne, hogy jövőre még többen részt fognak venni, és még nagyobb feelingje lesz ennek az egész műsornak. Akkor kezdjük gyorsan az eredményhirdetést. Sok szeretettel... Igen! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a május 1-i horgászverseny, illetve a főzőverseny eredményhirdetésén. Az idei év egy kicsit rendhagyó volt abban a szempontból, hogy a főzések azt egy verseny keretei közt hirdettük meg. Ezzel is kezdenénk első körbe. És én meg is kérném akkor Kovács Györgyöt, ő volt a zsűri elnöke, hogy akkor értékelje az ételeket, illetve akkor legyen kedves kiosztani a díjazottaknak a gyerekeket. Meg is kérném akkor. Először is én köszönöm a... Köszönöm az Egyesület részéről, az Egyesület vezetéséről a bizalmat. Ketten értékeltük az ételeket, Szalainé, Kati, illetve én. Katinak el kellett menni, úgyhogy csak egyedül én maradtam itt. Egy pár gondolatot mondanák a főzésekről. Egy azt hozzátennék, hogy ennek nagyon örültem, hogy versenyszerűen hozzá lett téve ez a főzőverseny a horgászversenyhez, hiszen ebben is emelte ennek a napnak a fényét. És én annak örülök, hogy az egyesületek összervezőkbe minél nagyobb rendezvényeket szervezzenek, és amennyire tudja az önkormányzat, illetve saját magam is ezt támogatásba is tudom részesíteni a továbbiakban is. 6 csapat főzött, többféle étel volt, lényegében inkább pörköltek, illetve gulyás. Itt azért a zsűrinek nehezebb szerepe van, mint a horgászverseny elbírásánál, az lemérik a kilóra, ennyi, az nyert. Itt azért bírálni kell, ízlelni kell, kóstolni kell. Hogy? Kölcsön adtuk volna a mérleget. Ja, és mértük volna, igen. De hát abból még az ízit nem tudtuk volna igen. Meg. De a Kati nénivel azért aránylag összhangban voltunk, és sikerült kialakítanunk a véleményeket. Azt azért el kell mondanom, hogy az első, második hely között összelövés volt, mert egyforró pontot találtunk adni. Összelövés volt, és akkor a végén azért csak megállapodtunk, hogy ki legyen az első, illetve ki a második. Tehát azért mondom, hogy lesz második, első, de azt úgy maguk elkönyvelték, azok egyforma volt. Nem menjük végig mindenkin, csak a harmadik helyettől indulnánk. Az Ignácék lettek a harmadik helyezettek, akik főztek egy kakas pörköltet nokedlivel. Ignácék. Gratulálok. A második helyezettek lettek a dorogiak. Ők
Csülök, lapocka, vegyes pörköttet, illetve a galuskával. Hát én úgy látom, hogy nincs itt a csapatból senki, úgyhogy akkor én átveszem a díjat. Jó, akkor ez a rögjök díjá. Gratulálunk a csapatnak. Átadom. És akkor az első helyzet pedig a bácsikák. Bajtaiak. Bajtaiak, akik csülök körön szintén pörköttet vesztek. Gratulálok az eredményhez. És egy oklevelet is átadnám. Amit majd én még egyszer megcsinálom, és elkölök, mert rontottam bele. De egy újat a Csabin keresztre eljuttatok. Mert itt belejavított, és igen. Akkor egy újat. Jó, jó. Gratulálok. Gratulálok. Köszönjük szépen. Ez a fődíja ti edész? Jó, oké. Ez nem jó. Csak a zsűrinek kell. Köszönjük szépen akkor a zsűrinek az értékelését. És a nagy borlágyba fődíj. Az egyesület nevében szeretnék két üveg bort, egyet-egyet a Kati néninek, illetve a polgármester úrnak átadni, amiért az idejüket ránk szállták. Köszönöm szépen, Katarinak is át fogom adni. Köszönöm szépen, és a legközelebb is felkértek, hogy eljövünk és zsűrizünk. Mindig igazságos a zsűri. De sokat figyeltek. Igazságos a zsűri. Akkor folytatjuk tovább a horgászversenynek a hirdetésével. Röviden egy pár szóba összefoglalva, a verseny a fogás eredményeket tekintve jól sikerül. A múlt heti versenytől elmaradt egy picit, de azt gondolom, hogy egy kiemelkedő fogások születtek ott, de itt sincs panasz. Az összfogásunk, ebben a gyermekek is benn vannak, 204 kiló lett, egy főre levetítve ez 5668. Azt gondolom, hogy ez egy jó és elfogadható eredménynek számít. Jó. Mivel érkeztek több felajánlás, ezért úgy döntöttünk, hogy egy kicsit kitoljuk a díjazást, hirdettünk olyan kategóriába is. Meg a ajánlottak. Igen. Olyan... Tehát, hogy a díjazást kicsit kijebb toljuk, így tudjuk díjazni a például a legnagyobb halatfogót is. Ezért külön köszönetet mondunk az egyéni felajánlóknak, amiért támogatták ezt a mai napot. Kezdenénk akkor a gyermek kategóriával. Ők azt mondja, hogy mindjárt mondom. Ők heten voltak, az ő összfogásuk az 25630 gram. Minden gyermeket díjazunk, a lehetőségeinkhez mértem. Tehát, és akkor mondanám is, hetedik lett Pajor Máté 675 grammal. Kérjük az ügyet. Gratulálunk. Még az oklevél. Ja igen. Oklevél nincs az most, az csak az első háromnak. Ja, igen. Jó. Oké, azt mondja, hogy hatodik lett Berger Zsombor 1315. Gratulálok, ugye akkor? Ötödik lett Sárvári Alex 1520 gramma. Negyedik lett Berger Dávid 1815 gramma. Gratulálok. Jó. Harmadik lett ifjabb Jáger Attila 4985 grammal. Adom az oklevelet is. Igen. Gyermek kategóriában második helyezést ért el Horváth Róbert 5435 grammal. És a mai napon a gyermek kategóriát Kis Máté nyerte 9885 grammal. Jó, ezzel végeztünk is a gyermek kategóriával. A következő kategória az ifjúsági kategória volt. Itt sajnos egy ifjúsági horgászunk jelent meg, ő a Bónyai András, így az ő kategóriáját meg is nyerte, 3385 grammal. Adom is a felelet. Gratulálok. Jó, akkor áttérünk a felnőttekre. Azt mondja, hogy 28-an indultak felnőtt kategóriába, az ő összfogásuk az 175,068 kiló lett. Jó, azt mondja, hogy egyet tudni, jó, nem, 1, 2, 3, 4, jó, igen, az a női, jó, oké, jó.
azt mondja, a felnőtt kategóriába az első 4 helyezettet tudjuk díjazni, és akkor mondanám is, a 4. helyezett lett Vasár Tamás 1586 grammal. Gratulálunk, hogy szép fogásra. 14, nem? A Tominak? Azt mondja, hogy 15.860 gram. Nem, azért már megtudták. Ja, jó, oké, köszönöm. Azt mondja, hogy 3. lett Kövecses Gábor 16.050 gramban. Várj, és tudom a Gábornak az oszállára. Gratulálunk. Felnőtt kategóriában 2. helyezett lett 16.745 grammal Szentes Gyula. És a mai napon a legügyesebb horgász felnőtt kategóriában Pest Lajos volt, 17.130 grammal. Jó vagyunk! Ezen kívül külön díjban részesítjük a mai napon egyedüli női horgászként résztvevő Bodriné Paluska Ibolyát, aki 1355 grammat fogott. Gratulálunk! Jó, közel állt. Jó, és a legnagyobb hal fogó díjat is ki tudjuk osztani. Egy nagyon szép tükörpontot fogott, nem más, mint Tóth József, 7250 grammot. Akkor az eredményhirdetésünk ezennel véget ért. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a továbbiakban. Köszönjük szépen a megjelenést!